én és korán, köszönöm most neked, hogy az eljött élet csaták között volt mindig hozzám végüzenetet. Táplálta tovább bennem az erőt, szeretni az embert és küzdeni, s hűn állni meg Isten és ember előtt. Kedves vendégeink, szülők, családtagok, barátok, tanáraink! A Pécsi Szakképzési Centrum Simonyi Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája szaladogat ünnepségét megkezdjük. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm iskolánk igazgatóját, Déri Tibort, a szülői munkaközösség elnökét, Gyöngyösi Erzsébetet, az igazgatóhelyetteseket, Beregszászi Mariannát, Mihály Gézát, Lácsán Józsefet és a gyakorlati oktatás vezetőt, Kis Balást. Göncör Petra, 11. diaosztályos tanuló vagyok, műsorvezetőtársam Botos Adrián, 10. osztályos tanuló. A műsorban Bosnyák Zsákin, 9. osztályos tanuló szerepel még. Fogadják szeretettel az ünnepelteket, a végzős osztályok tanulóit és az osztályfőnököket. Azóta zajlanak az események. Házi nyúlvadászat, jól sikerült osztálykirándulások, rövid hétvégék, kimagasló félévi eredmények és osztályfőnökük Császti Katalin tanárnő szavajárásának elsárítása, mert hát minden osztály olyan, mint az osztályfőnöke. Másodikként üdvözöljük a 12 C osztályt, akik 21 tanulóval, 12 épületgépész és 9 informatikus fiúval kezdték az idei tanévet. Osztályfőnökük Keresztvölgyi Ágnes tanárnő. Az elmúlt két évben igazán jó közösségé alakultak, köszönhetően az osztálykirándulásoknak, közösségi szolgálatoknak,
melyek remek alkalmat teremtettek mindenre. A vizsgák előtt állva mindenki igyekszik a tőle telhető legjobb teljesítményt nyújtani, megfelelni a mellékszakképesítési és az érettségi vizsgának. Remélik, hogy a következő hetek elegendőek lesznek a felkészülésre. Mottójuk, győzni jöttünk, de a kettes is jó lesz. Fogadjuk szeretettel a 12B osztályt, ahol 23 tanuló, 15 kozmetikus és 8 dekoratőr. Osztályfőnökük Peti Mónika tanárnő. Így vélekednek az életről és magukról. Mi mindig mindenről elkésünk, késő az álmunk, a sikerünk, révünk, nyugalmunk, ölelésünk. Mi mindig mindenről elkésünk. Osztályfőnökük pontosítása szerint az órák nagy részéről valóban elkéstek a lányok, de az álmaiknak és a vágyaiknak élnek. Negyedikként érkezik a 3x11-3 osztály. 2017-ben kezdték pályafutásokat a Simonyiban. A 32 főből 23-an maradtak, akik közül 11 bőrdíszműves képeti szét a termékeket, hogy aztán összevarja, és 12 lakatos tölthet be mindenhol. Osztályfőnökük az egyetlen Szikszai Zsolt tanár úr, akivel a tesi mindig egy fárasztó óra. Az osztály legfőbb vágya, hogy levizsgázzanak. 5. bevonuló osztályunk a 3x11-2-es osztály. Réges-régen egy messzi-messzi galaxisban találkoztak először egymással a 3x12-es diákok a László táborában. Alig voltak pár, akik korábban ismerték egymást, és nem voltak felkészülve arra, ami várt őket az eljövendő 3 esztendőn. Az asztalos lovagokat elégre Smugila tanárnő vezette. A mostani csatában azonban már mesterükkel, Kishegedűs Krisztina tanárnővel indulnak. Az asztalos Jedi 19-en, az elektronikai műszerész lovagok hatan vannak. Egyetlen célra vezérni őket. A gonosz oktatási hivatal kezében lévő szakmunkás bizonyítvány megszerzése egy szebb lényében. Ám de ehhez rengeteg csapatmunkára, elhatározásra van szükség. A László tanároknak kulcsfontosságú szerepünk volt, és van jelenleg is a küldetés végrehajtásában, hiszen tudásokat átadva készítik fel őket a végső harcra. A csatában nincs ők a kétségeknek, hinned kell, hinned az erőben. 6. köszöntsük a 3x11-1 osztályt, akik 3 éve indultak 32 tanulóval. Ma megfogyva vár, de törve nem, reméljük, hogy lesz egy szakmájuk. Jelenleg 24-en vannak, 14-en fűtenek és 10-en vizeznek. Az osztályt Szebényi Zsolt tanár úr vezeti. Mottójuk, a jó dolgokra mindig várni kell, ezért késünk olyan gyakran. 7. vonul be a KK13 osztály Gulyás Hajnalka osztályfőnök vezetésével. Az osztályban tanuló 18 diák az első szakképesítés megszerzése után úgy döntött, hogy az iskolában maradjon 2 évig, hogy érettségi vizsgát szerezzen. A kezdés nem volt zöggenőmentes, de a már kialakult, több éves barátságok sokat segítettek. Az osztály néhány tagja bízik abban, hogy már érettségizett diákként is folytathatják közös útjukat, ugyanis néhányan egy második szakmai végzettséget is szeretnének megszerezni iskolában. Utoljára bevonuló osztályunk a 2x14-2 fodrász osztály. 25-en kezdték el a tavalyi évet, mostanra 15-en maradtak. Osztályfőnökük kezdte Linda tanárnő, kitartóan támogatja őket álmaik megvalósításában, de néha még neki is megbűlik a baja velük. Osztályunk mottója, a siker titka a szakmai alázat és a rengeteg gyakorlás. Thank you.
használni kezdett, és minden nap a újabb tudást szépen kifejlesztett. Olyan gyerek leszel, kinek csodájára járnak. Ilyen csodás teremtményre már rég utalának. Csak az első lépésnek nézzük, azt állja a többi, hogy mekkora csoda leszek az élet előtti. Most pedig végzős diákaink osztályfőnökei közül Peti Mónika tanárnőnek a 12 B osztályfőnöke köszönti Abatonból tanulóinkat egy Reményi Sándor verse. Rengeteg küzdködéssel jártak, de így 40-45 évvel
végigvelve már tényleg csak a szépre emlékezünk. Amiről most szeretnék beszélni, az az idő, amiről eddig is beszéltem, ami tőlünk független, és a kezdetektől fogva vala, néha felfoghatatlan. Aztán tegnap előtt olvastam szintén a neten egy tanulmányt, pontosabban egy kis leírást, hogy előemberi nyomokat találtak egy 50 ezer évvel ezelőtt kihunyt vulkánnak az oldalába. Nagy valószínűséggel ezek a nyomok 345 ezer évesek. Ebből az óriási időből még legfeljebb az utolsó 5-6 ezer évet ismerjük. Mi történt a többi 3400 évben? Mi volt akkor? Felfoghatatlan, milyen távolságban voltak az akkor élők és mi mostaniak. Ha csak arra gondolok, hogy az utolsó 100 évben milyen változás történt, ha csak arra gondolok, hogy az elmúlt 25 évben milyen változás történt, ha csak arra gondolok, hogy az elmúlt évben még ezt az ünnepi köszöntőben papírlapról olvastam föl, most meg az okos telefonról. Na azért annyira nem okos, hogy ő írta volna meg, de hát így legalább itt van mindig a zsebedben is elérhető. Az idő megállíthatatlan, pedig milyen jó lenne Éva egy örökbeli pillanatban, amikor azt mondanám, hogy most állj meg, hogy így maradjon ez az állapot, hogy örülhessünk ennek a pillanatnak még egy kicsit. És könyörtelen is, mert el fog jönni az az idő, amikor valamit tennünk kell. Eljött ez a szalagalható is, pedig nem olyan régen, kedves diákok, 3, 4, 5, esetleg 6 éve, még reszkető lábakkal jöttetek beiratkozni a Simonyiba, és így most már itt álltok a végzés kapujába. Könyörtelenül el fog jönni a vizsgál is. 3 hónap, nem több az az idő, ami előttetek áll. De ami jó ebben az időben az, hogy kiszámítható. Tudjuk, mikor fog eljönni az az esemény. Tudjuk, mit kell csinálni majd akkor. Tudjuk, hogyan fog lefolyni. És hogyha kiszámítható, és ezt tudjuk, akkor fel tudunk rá készülni. És még egy nagyon jó tulajdonsága, ahol az időnek gyógyír, és egyben orvosság is. Mint ahogyan nekem a söpör, a parkis is elfelejtésre kerül, de hát az emlékek, a szép emlékek megmaradtak. Éppen ezért, hogy ezt az időt, amit a 345 ezer évhez képest nagyon-nagyon rövid, amit nekünk adtak, érdemet tudjuk kihasználni, gazdagodnunk kell vele, hogy nekünk dolgozzék, és ne ellenünk. Hogy legjobban ki tudjuk használni, hogy jusson mindenre, hogy a tartalmas életünket megélhessük, hogy feladatainkat teljesíteni tudjuk, hogy örömünk teljék bennünk. Carpe diem, mondja a latin, amit nagyon sokan úgy fordítanak, hogy írja mának, élvezd az időt. Én inkább az eredeti Horáciuszi megfogalmazást tartom helyesnek, amely azt mondja, hogy ragadd meg a napot, szakítsd meg minden napra a virágot, használd ki az időt. Hogy jól ki tudják használni az időt, terveznünk el. Az előredetünkés, a tervezés, ami a felnőttet, a felnőtlen ifjútól megkülönbözteti. Eddig mások szervezték meg életeteket, mostantól nektek kell. Eddig elég volt a hétvégéig előre tekinteni, mi lesz pénteken, különösen este, mi lesz szombaton. Most már nektek kell a jövőben nézni, és nem elég a hétvégéig nézni. Nézzetek előre legalább 3-4 hónapra, és úgy tervezzétek meg a jövőtöket. Elmondhatom a kérdést. Még egy latin mondásokat eszembe. Tempus fuit. Az idő repül. Ezt nehogy csak a vizsgák előtt vegyéket észre. Éppen ezért, mint ahogyan a lesikeresett emberek 7 szokásával is írva van, hogy terveznünk kell, sorrendet kell felállítanunk, a fontosat vedd előre, hát a sürgősebbet még elég.
magadnak időt, de ne csak időt, hadányidőt is. És innen számolj vissza. Vizsgáld meg, hogy az idő elegendő lesz-e arra a feladatra, amit adtál magadnak. És ha így elkészíted a feladatlistádat, akkor ezt időről időre, de legalább hetente egyszer, nézd meg. És hogyha korrigálni kell, hát korrigáld. Viszont legalább magadnak vald meg, hogy miért is volt szükséged erre a korrekcióra. Ha jól csinálod, megmentheted a világot. Előbb-utóbb felnőtté fogsz válni. És hogy mekkora csoda leszel? Az élet dönti el. Kicsiket kifolyodottam az imént hallott aranyos jelvénybe, és elnézést kérek ezek. És hogy visszakarjak az elején a Kovalszkivel a regára, volt ebben a dalban egy olyan sor, amely a következőt mondja. Tám nem is tudod, milyen csoda vagy. Hogy ez a csoda bekövetkezzék, holnaptól komoly munkára, készülésre, felkészülésre lesz szükségetek. A mai nap még az ünnepeiség, a vidámságé, érezzétek hát jól magatokat. Adjátok, hogy másoknak is szép emlék maradjon el a szaladalatok. A baj mindig múló állapot. Nem kell folyton keresgélni. Ez nem is magaszkodott. Jó szakadózást kívánok! Végül pedig megkérdem az osztályfőnököket, tűzzék fel diákjait a szaladot. Köszönöm szépen! Oh,
szétszáll a szél a szélben, ha bár lévő fogad. És egy nyíló múzsa élete, párnak vagy úracsak. Emlékek többek össze. Szavak, számok és csapatok. Utunk akárhova visz, követünk még. Thank you.
Yeah.
Köszönjük szépen az Illusion formációnak a táncot!
műsorszám a 12 osztály tánca. A táncot Molnár Ákos tanította be, műfaj a hip-hop. Több stílusrázat megtalálható benne, melyet a próbákon kialakult feszültségek miatt már csak a lányok adnak elő. Jön el Peti!
köszönjük szépen az osztálytáncokat! Amíg a táncosaik átöltöznek, engedjük meg, hogy felolvassak egy anekdotát, az eddig megismert zeneszerzőről. 195 évvel ezelőtt született ifjabb Johann Strauss, osztrák zeneszerző, a Bolzer király. A Strauss család kimagasló egyénisége, ifjabb Johann Strauss, több száz keringőt, rengeteg polkát, és indulót adott örökül a szórakoztató zenét kedvelőnk. Ki ne ismerni a Kék Duna keringőt, vagy a Denevér című operettet? Azt azonban kevesen tudják, hogy a remek művek születése mögött egy-egy nő állt, akik a mester árnyékában éltek. Magával ragadó külseje, finom modora és a csodálatos dallamok, amelyeket ontott magából, gyorsan meghozták Strauss számára a hírnevet. A világ minden táján ünnepelt személyiségként köszöntötték őt. Minden boldon az ő képét árulták. Még a virágárosok is a Strauss-kerint táncot Szekeres Balázs lentortanárunk tanította be. Fogadják szeretettel! Je suis comme un
kíván, hogy egy közös meghajlásra minden osztály táncosa jöjjön vissza a küzdőtérre. Viszontlátásra!